Sziasztok! Képzeljétek, egy kihívásra adtam a fejemet, két barátommal azt találtuk ki, hogy most december 1-től egészen 24-ig egy ilyen videós adventi kalendáriumot csinálunk mindenki a saját közönségének. És hát a mai téma az a postaládámban hevert, ugyanis kaptam Bécsből egy ilyen szép oklevelet, egy certifikátot Claudia Nichtertől, akinek hát ebben a furcsa 2020-as évben elvégeztem az egyéves online integratív táplálkozás terápiás képzését, és most erről kaptam meg ezt az igazoló emléklapot. Nagyon izgalmas számomra az integratív medicina, vagy integratív táplálkozás terápia. Ugye az integratív az azt jelenti, hogy két dolgot egyesít, a keleti hagyományos kínai orvoslás energetikai szemléletét és a hagyományos nyugati dietetikát. És ezt a kettő, mind a kettőből kiveszi, ami a legjobb, és hogyha ezt a kettőt összekeverjük, akkor egy ilyen nagyon ütős kombó keletkezik. Ugye a táplálkozás terápiára vetítve, hogyha a nyugati dietetikát nézzük, akkor ott ugye azzal foglalkoznak, hogy alkotó részeire szedik az alapanyagokat, tehát megnézik, hogy mennyi a fehérje tartalmuk, szénhidrát tartalmuk, zsír tartalmuk, milyen ásványi anyagot vagy vitamint tartalmaznak, tehát ilyen analitikus a megközelítés, és ugye ilyen tudományos bizonyítékokkal támasztják alá. Ez is egy ugye fontos szempont, viszont a kínai orvoslásnak az energetikai szemlélete pedig azt mondja, hogy nem csak anyagból állunk, hanem ugye az energiapályákon, a meridiánokon az életenergia is áramlik bennünk, és hogy az ételeink azok hatnak erre az áramlásra. Tehát az energetikai szemlélet az, hogy valami melegít, vagy hűt, hogy hogyan mozgatja bennünk az energiát, hogy emeli, vagy pedig süllyeszti, kivezet. Ez egy fontos kiegészítő szempont. És hogyha a kettőt gyúrjuk, akkor egy nagyon izgalmas kombó keletkezik. És igazából most ezt tanultam egy éven keresztül, és olyan témákkal foglalkoztunk, mint például a TCM, tehát a hagyományos kínai orvoslás és az érzelmek kapcsolata, aztán a női egészség, a szülés, várandóság, szülés, gyermekágy időszaka, a változókor, akkor pajzsmirigy egészsége kínai és nyugati szemszögből, a stressz és a burnout, depresszió, ilyesmi. Úgyhogy erről fogok majd még csepegtetni tudást nektek, és akkor holnap jelentkezem a második videóval, szurkoljatok, és hogyha tetszett, akkor nyugodtan kommentbe írjatok akár témaötleteket is, hogy miről hallanátok még szívesen december 24-éig. Sziasztok!